Sziasztok, Gorkár Rajongók! Sziasztok, Gorkár Követők! Köszi, hogy nézitek ezt a videót! Egy picit rendkívüli, rendhagyó bejelentkezéssel készültünk ma nektek, mégpedig azért, mert nem kifejezetten a használt autó vásárlásról lesz szó, de a végén meg lesz az a kapocs, amivel megérthetitek azt, hogy miért csináljuk ezt a videót. A mai témánk az autóknak az alvásszáma. Ez az egyedi azonosító arra szolgál, ami 1980 óta 17 jegyű, kötelezően és szabványosítottan. Szóval arra szolgál, hogy egy egyedi és konkrét járművet beazonosítsunk. Ezt a számot megtaláljátok a forgalmi engedélyben, de ez szerepel még az autón is rengeteg helyen, és a két számnak, a két azonosítónak az összehasonlításával tudható, hogy ez a forgalmi engedélyhez az autóhoz tartozik. A az alvásszámok alapján nagyon sok mindent tudunk az autókról, főleg azért, mert az utóbbi időkben már olyan szintű gyári adatbázist tartanak nyilván a gyárak, amelyben alvásszám alapján mindent meg tudnak mondani az autóról. A hatályos magyar rendelkezések szerint az autók alvásszámának beütve kell lennie. Mit jelent ez? Egy beütött alvásszám az mindig egy fő hordozó elemen, tehát önhordó autóknál is valahol a padlólemezen, toronyban, olyan helyen, ami nem vagy nehezen cserélhető, kell beütve lennie, vagy pedig alvázas autóknál, létrevázasokra gondolok, ott pedig a létraváznak általában a jobb oldalában. A technológiák változnak, régebben egyszerű nyomószer számos ütéssel helyezték el ezeket az azonosító számokat, ma már inkább géppel, például lézergravírozással helyezik el ezeket. Többféle módja van ennek, ebben nem menjünk bele. Nagyon fontos az tehát, hogy egy autó meglegyen ez az alvásszám. Hogyha külföldről vásárolunk autót, akkor viszont előfordulhat egy olyan probléma, hogy ez az alvásszám nem jól szerepel, sérült, elkopott, tehát ez alapján, az elsődleges beütött azonosító alapján nem tudja azonosítani a hatósága járművet. Ez azért baj, mert a jogszabály, pontosabban ez egy rendelet, a 6 per 1990-es köhém rendelet előírja azt, hogy beütött alvásszámmal kell rendelkezzünk. Vannak kivételek, például olyan autók jellemzően az Egyesült Államokbeli gyártásból, amiknél ez az alvásszám nem is készül el gyárilag, tehát a gyártómű nem helyez el ilyen beütött alvásszámot. Ebben az esetben nem kötelező, egyéb matricák alapján is lehet azonosítani a járművet. De azoknál a járműveknél, ahol az autó gyárilag rendelkezett ilyen azonosító számmal, ott meg kell lennie, mi több olvashatónak, értelmezhetőnek kell lennie, hogy az autó ennek a számnak az alapján azonosítható legyen. Az alvásszám nálunk nagyon fontos. Pontosan emiatt a rendelet miatt. Ám a külföldi országokban, jellemzően még egyébként az uniós országokban is, ez az alvásszám nem nyer akkora jelentőséget. Talán azért, mert odakint nem nyerészkednek az autókkal, nem heggesztenek át főelemeket, nem ütögetnek át alvásszámokat. Nem olyan mértékű a csalás, hogy ennyire nagyon figyelembe vegyék. Kettő példát hoztam ma nektek, és azt hiszem mind a kettő jól fogja mutatni, hogy a hazai szabályozás hogyan követeli meg azt, hogy ezek az alvásszámok elérhetőek legyenek. Az első példánk az egy Volkswagen Golf 7 variant, amit Franciaországból importált az ügyfelem. Az ügyfél az egyébként nem a Gorkár Kft-ben volt, hanem én igazságügyi gépjárműszakértőként is dolgozom, és az arra szakosodott vállalkozásomban dolgoztam neki. Ugyanis lepattant a műszaki vizsgán, meg az eredetiség vizsgán, azért, mert az alvásszám nem volt kellőképpen és megfelelően olvasható. A Golf korábban külföldön balesetet szenvedett, a jobb oldalát eltalálta egy másik autó, és így az a nyúlvány, ami a golfban az elsődleges beütött alvásszámot tartalmazza, megsérült. Odakint, hogy azért mégis azonosítható legyen az autó, ezt az alvásszámot, pótolták, mégpedig a szervíznek a kézi eszközeivel szépen visszaütögették ezt az alvászámot. Tehát azonosítható volt, de nem volt eredeti, gyári kivitelű. Ezért igazságügyi szakértői véleményre volt szükség a hatóság előtt arra, hogy azonosítsuk az autót, hogy az alvásszám szerint legyártott autó az az, az autó, amit valóban a vizsgálatra hoztak. Ennek többféle módja van, említettem a gyári lekérdezést, annak alapján összehasonlítjuk, hogy a jármű felszereltség és az eredeti gyári felszereltség stimmele, illetve a másodlagos azonosítókat, típustáblát, szélvédő mögötti alvásszámot, illetve a jármű vezérlőegységeiből elektronikus úton kiolvasható alvásszámot hasonlítjuk össze, és hogyha ezek stimmelnek, akkor tanúsítjuk, hogy ez az autó, az az autó. Az nagyon fontos, hogy ennél a golfnál a gyártómű nem egy, hanem azt a golf hatóta három helyre üti be az alvászámot. Ezeket egyébként a vizsgálaton megkerestük, a másik két alvászám makulátlan és gyári tökéletes állapotban volt, úgyhogy leírtam, hogy én teendőt nem javaslok, Hatósági alvásszámmal való ellátását nem tartom indokoltnak. Azt hiszem, hogy ezzel az az ügy meg is oldódott. Amiért ma viszont elkezdtem ezt a videót, és amiért a Balatont látjátok a háttérben Pesti cég ellenére, az az, hogy felhívtak egy Land Rover Discovery 2-es típusú terepjárónak az azonosításához, ahol sajnos csak egybeütött alvásszámot készít a gyártómű, ezt is a létraváznak a jobboldali hátsó nyúlványába teszik el, és hát az idő vasfoga, ez egy 17 éves autó, bizony szépen elrákcsálta ezt a, az alvás számot. Semmi nem látható belőle, tehát hiába próbáltam azonosítani, teljesen esélytelen volt. Cserébe a Land Rover-től megkaptam alvásszám alapján, hogy ez a gyártó sorról hogyan gördült le, mik vannak benne. Ezeket hasonlítom össze a járműben valóban megtalálható felszereltségekkel, illetve az ügy megoldása még, hogy a típus táblája, a szélvédő mögötti azonosító és a jármű okmányai természetesen rendelkezésre állnak. Viszont ebben az esetben sajnos azt kell majd javasolnom a szakvélemény végén, hogy hatóság lássa el hatósági KFS, illetve AFS alvásszámmal ezt az autót. Mert Enélkül a magyar forgalomban nem vehet részt. És akkor most térjünk rá arra, hogy miért fontos ez használt autóvásárláskor. A golf tulaja is és a Discovery 2-es tulaja is abban a jó hiszemben vásárolta meg ezt az autót, hogy semmi ilyen hatósági, azonosítási lepapírozási probléma nem lesz vele, és ők is a, a pultnál szembesültek azzal, hogy de igen, sajnos van. Ezt az autót igazságügyi szakértőnek kell azonosítania. Ez persze egy csomó pluszköltség, az olcsón behozott autó így lehet nagyon drága. Ezért mindenkinek azt javaslom, hogy ha és amennyiben külföldről rendel, és főleg. Idősebb járművekre vonatkozik ez, hát egyébként a Golf 7 még csak három éves volt, ott ugye baleset miatt sérült meg az elsődleges azonosító. Tehát a külföldről behozott, vagy megbízásban behozatott járműveknél mindenképpen ellenőriztessétek le a kinti emberrel azt, hogy az alvásszám látható, nem sérült eredeti karakterei vannak, kérjetek be róla fotót előzetesen, hogy azt a herce és a pluszköltséget, a plusz időráfordítást elkerüljétek, ami esetleg az itthoni forgalomba állítással jár. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Én remélem, hogy mindenki a lehetőségeihez mérten felelősen jár el akkor, amikor használta utót vásárol én azt szeretném kérni mindenkitől, hogy tegyen meg mindentől letelhetőt, hogy az eső után köpönyeg kifejezést azt ne kelljen használni. Ez a gorkár független járművizsgálatok, hogyha használt autót vesztek, kimegyünk a helyszínre, teljes körűen átvizsgáljuk, így lehet a legjobban lecsökkenteni a használt autó vásárlással járó kockázatot. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és ne felejtjétek, tudunk segíteni.